Kedves nézőink, a téma érzékenysége miatt az alábbi videóban nem helyeztünk el reklámokat. Ha valamilyen formában támogatni szeretnéd a munkánkat vagy karitatív törekvéseinket, akkor azt megteheted Paypalon vagy a videó alatt található lehetőségek bármelyikén. Köszönjük! még mielőtt azonban itt belekezdenénk a témába, amilyet ide kattintottál, bocsáss meg ezért a kis kitekintésért, de engednek, nagyon röviden reagáljak a kormány sajtó legújabb hadjáratára, amit így ellenem indított. Én amikor elkezdtem a videózást, megfogadtam, hogy szexuális szokásaimról nem beszélek. Ezt máig tartom, most sem kívánok részleteket elárulni. Legyen elég annyi mindenki számára, hogy nem szoktam 16 évesekkel szexuális kapcsolatot létesíteni. A fiatalabb korosztály akkor vonzott, amikor én is fiatalabb voltam. Összeszorul a gyomrom, hogy egyáltalán erről nekem beszélnem kell. Tényleg, nem komfortos. És lehet azt mondani, hogy hát de mindenki tudja rólad, hogy meleg vagy. Igen, én ezt mindig is vállaltam, de azt, hogy én a hálószobában mit csinálok a férjemmel, hogy csinálom, ki, kivel, mikor, egyszerűen elképzelhetetlenek tartom, hogy nekem erről kelljen beszélnem. Most mégis egy olyan dolog ütötte fel itt a fejét, tényleg a legalja, de, de azt gondolom, hogy ennek elejét kell venni, nyilván. Hitelt adni egy, olyan szavának, aki korábban élő adásban elégítette ki az egyik kuncsaftját gyerekek ezrei előtt, aki fiú létére terhesnek, rákosnak, majd börtön rabnak hazudta magát, minden propaganda termék kiemelt fontossággal közli valaki olyan rágalmait, aki korábban a fidesz KDMP politikusait jelölte meg a legjobban fizető visszajáró vendégeként, vendégeiként, Gulyás Gergely minisztert név szerint is megnevezve. Tehát jelenleg most, ugye, amikor minden esetben a transzexuálisok és a transvestiták ugye közellenségek és, és első számú ellenségek, kivéve akkor, amikor egy náluk veszélyesebb, a kormányjal nem szimpatizáló emberről valami mocskosságot állíthatnak, hiszen olyankor már hitelt adnak az ő szavának. Érdekes, hogy amikor egyébként a, a kuncsapsairól beszélt, akkor abban nem nagyon lett cikk hozzáteszem, nagyon helyesen, hiszen nyilvánvaló hazugság. Tényleg bárki el tudja képzelni, hogy Gulyás Gergely ez az emberhez jár szabad idejében. Én magam nem, de aztán mindenki azt csinál, amit akar, én tényleg nem akarok ebbe beleszólni, de a lényeg az is, ami engem érint, hogy nem követtem el is soha, és ezután sem fogok elkövetni bűncselek, mint kiskorúak sérelmére ö, semmilyen fajtát. És bár tudom, hogy elképzelhetetlen egy melegről, de higgyel mindenki, hogy számon tartom, kivel létesítettem szexuális kapcsolatot. pláne ugye itt 30 éves koromról van szó, szóval hát ez még azért nem volt olyan rég. Na, most őszintén, tényleg, tehát ezt kell, kell, kell ragozni. Azt gondolom, hogy hogy itt mindenkinek tükörbe kell tudnia nézni, aki ezt leírta, és aki ezt, ezt így engedte kimenni. És miután tükörben nézett, azt kell neki mondania, hogy, hogy akkor itt elég. És bár nem vádolnak bűncselekménnyel ezekben a cikkekben, hiszen a törvény előtt egyébként fiatalkorú a szexuális kapcsolatot létesíteni nem törvényellenes vagy nem jogsértő, ezzel szemben több orgánum is a pedofiliára vonatkozó jogszabályok beillesztésével igyekezett kriminalizálni engem. Értem, hogy miért, csak azt nem értem, hogy hogy lehet valaki ennyire aljas. Természetesen megtesszük a jogi lépéseket, de azért azt megérjezném, hogy ennél lentebb, szerintem már nincs, nagyon sokszor mondtam, mindig volt ennél lentebb, kíváncsi vagyok, hogy még mi lehet. Sem a forrásnál nincs lentebb, sem a propaganda, nem érdemel többet, hogy ennél ezzel többet beszéljek. Tudtommal egyébként valami elmerodjant magánindítványjal élt, szóval hamarosan remélem, hogy egyszer is mindenkor egy ítélettel a kezembe fogom majd gennyese keresni magamat azokból a perekből, amit minden egyes olyan sajtóorgánum felé indítani fogok, vagy vagy a csatorna felé, ahol ez a videó megjelent, ahol ez a, a cikkek megszülethettek, tehát nem lesz kivétel, viszont mindenki majd maga döntheti el, hogy melyik gyermekvédelmi szervezetnek utaljam a, a részemre megítélt kártérítést. Bele sem gondolnak egyébként, hogyha egy pillanatig is valaki komolyan venné ezeket a dolgokat, akkor, akkor milyen károkat okozhatnának nekem. De tényleg? Tehát, hogy most, most érted, hogyha nem arról lenne szó, hogy már módszeresen zajlik a karaktergyilkosságom hétről hétre, és a Voltam ami már a, a, gyerekeket átműteni akarótól elkezd az LMBTQ propagandánál, a drogos elkezve elkezdve mindenig, jó, mondjuk az igaz, voltam olyan, de, de, hogy, de hogy tényleg, tehát hogyha most valaki ezt egy pillanatig is komolyan venné, ezek itt amúgy egy konkrétan egy karrierdőlhetne dugába. Bele se gondolnak, hogy azért, mert ők meleg akarnak nyalni, hogy milyen dolgokat fogalmaznak meg. És mondom, a legdurvább az, hogy hogy összemossák a, a, a pedofiliával ennek a, ennek a fogyatékosnak a, a, a rágalmait. Nagyon kemény. Na mindegy. Ígérem egyébként, hogy lehető, erőteljesebben lépek fel mindenkivel szemben, aki erről a hírről beszámolt, aki ezt a, ezt a, ezt a mocskot ezt terjesztette, és a nevemet megpróbálta összemosni a pedofíliával. Volt már egyébként példa hasonlóra, nem lett meg a dolog, de őszintén megérint, és egyébként okoz rossz pillanatokat. Mert hogyha így íródnak a cikkek, akkor holnap azt mondhatom, hogy orgiázni jártam Traviként 13 évesen Orbánnal, és majd leközli a sajtó, és majd ezért Orbán Viktornak magyarázkodnia kell. Ne vicceljünk már, könyörgöm. Legyen már valamilyen tartásunk. Annyira méltatlan ez az egész. Vagy mi lesz a következő? Hogy obodásokat rontok meg, mert csak valami barom azt mondja. Hát, nem tudom. Tényleg... Ö... Próbálom ezt higgadtan kezelni, meg tényleg nem, nem tudok más, csak ennyit foglalkoztam ezzel az nem vagyok hajlandó tovább foglalkozni ezzel, magyarázkodni szerintem ebben mindent. Tehát túl sokat is, tehát jóval többet foglalkoztam, mint kellene, legyen annyi elég, hogy tényleg mindenki várja az ügyvédi megkeresést, mindenkit, aki ebben részt vett, az be fogunk perelni. Nem tudok mit csinálni, sajnálom. Nyani, jó üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcs, én jól Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltime YouTube csatorna. A mai videó az rendhagyó, nem csak egyébként itt a csatornán, de azt gondolom, hogy a magyar YouTube-on is. Bár volt, hogy már beszámoltam nektek sikeres feljelentésekről, buktattunk már le személyeket, hívtunk fel ellenmondásokra figyelmet, de az e fajta munkánkról egyébként vajni keveset tudhatok, ez nem véletlen, pláne olyan, hogy felvételt mutatok róla, az az, 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 meg pláne ilyen, ilyenre még nem volt példa. Az ok, ami miatt most mégis kivétel. Az az elmúlt pár hét. Úgy érzem, a mostani közhangulat fogékonyabb erre a témára. Az utóbbi hetekben sokan nem dugták homokba a fejüket, megszaporodtak a levelek, a hivatalos bejelentések, és nyitottabb szemmel jártok. Ez egyébként csodálatos. Azonban lehet veszélyes is, és szeretnék néhány fontos dolgot leszögezni, mielőtt belekezdenénk a videóba. Lefektetni néhány szabályt, úgy mondom, hogy adok nektek néhány tanácsot, igyekszem edukálni titeket az én saját személyes tapasztalataimból. Üm. Én mindig azt kérem, hogy soha ne vegyetek semmit készpénznek, amit a tartalomgyártók mondanak, mindig legyen meg a saját véleményed, stalkor le, nézzél utána. De fontos, hogy az igazság szolgáltatása az a magyar rendőrség, bíróság, az állam feladata. Az önbíráskodás egyébként sokszor nagyobb büntetési tételt jelent, mint az, ami miatt ezt mi indokoltnak gondoljuk. Megértem az indulataidat, megértem azt, hogy majd a videó nézése közben nagyon dühös leszel, legyél is, egyébként ez azt jelenti, hogy ember vagy, hogy van szíved, azonban a dű az lehet, hogy közhelyes, de nem feltétlenül a legjobb tanár. És nem is a legjobb motiváció. Arra kérlek titeket, hogy ne gondoljátok magatokat szuperhősöknek, hiszen én sem vagyok az. Nem vagyok a pedofilok réme, nem vagyunk Amerika kapitányai, Robin Hoodok, -ok tapasztalt higgadság, átgondolt folyamatok, lelkes segítők, és egyébként nyilván a magyar rendőrség segítségé nélkül ezek az akciók jobbik esetben az elkövetők szabadságát, rosszabb esetben pedig konkrétan tragédiát is jelenthetnének, úgyhogy ezeket tényleg nagyon érdemes vigyázni. Ugyanakkor fontos egy picit a túlkapásokról is beszélni, Magyarországon azt hívjuk pedofíliának, amikor egy 18. életévét betöltött, egy 14. életévét még benn nem töltött gyermekkel létesít szexuális kapcsolatot. Ez minden esetben erőszaknak minősül. Ez az alaptézés, és ebből induljunk ki. Persze tudom, hogy most lehet itt összemosni határokat, meg különböző rémhírekkel, meg rémcikkekkel, meg nem tudom én mivel a valós és az eredeti problémáról elterelni a figyelmet, de ezt ne hagyjuk, kérlek. Létezik persze rábírás, kényszerítés, gyermekpornográfia, de most a konkrét esetről itt a pedofíliáról fogok nektek beszélni. A gyermekek szexuális bántalmazását több mint 90%-ban olyan emberek követik el, akiket ismer az áldozat. Az áldozatok egyébként kétharmada lány, és az elkövetőknek nagyjából csak 7% a pedofil valójában. Magyarországon az esetek kétharmada családon belül történik, és túlnyomó részt egyébként férfi az elkövető, aki kislányokat akár a saját kislányát zaklatja. Tehát a pedofília nemcsak, hogy nem függ össze a melegséggel, de a felderített esetek tényszerűen bizonyítják azt számszerűen, hogy ez sajnos egy kislányok iránt vonzódó férfi rokonok aberáltsága túlnyomó részt. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mert legutóbb a Sihuhu miniszter a Lázár olyan szinten mosta össze a Bicskei igazgató Vásárhelyi János ördögi rémtetteit a melegségével, hogy komolyan azt érzem, hogy lassan bevagoníroznak minket. És így még egy szomorú adat, nagyjából csak az elkövetők 10 és 25 a kerül felelősségre vonásra a szörnyeknek, de ebben egyébként segíthetünk közösen. Hatalmas a látencia, pont egyébként a család érintettség miatt is, Ugyanakkor egy gyermekbántalmazással vádolni valakit nagyon-nagyon súlyos dolog. Éppen ezért csak megdönthetetlen bizonyítékok birtokában lehet ezzel valakit ö, megvádolni, ezt lehet valakire rásütni. Segítség lehet a lent találhat, található képzés, amit egyébként a rögzített hozzászólásokban ott fogsz majd találni, tessék nyugodtan rákatintani ezt a kiváló munkát végző hintalón alapítvány állította össze, a képzés teljesen ingyenes, csupán egy kis időt kell rászánnod, és tulajdonképpen, ha elvégzed, akkor te is életet menthetsz, ez nem vicc, nagyon-nagyon hasznos. Szóval, kérlek, hogyha egy fiatal nőt látsz mondjuk egy idősebb ö, emberrel, akkor még feltétlenül ne hívd rá a rendőrséget, ne kiálts pedofiliát, ha mondjuk a 17 éves lányod egy 24 éves fiúval szeretne járni, de te mondjuk nem adod rá az áldásodat, mert te tovált, vagy piercingje van, vagy csak egyszerűen azt gondolod, hogy hát azért ott mégis van egy 7 évkor különbség, az, 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 már, az már azért rengeteg. Tehát attól, mert te még nem adod rá az áldásodat, attól ez még nem pedofilia. Hogyha ez ugye kölcsönös megegyezésen történik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Érdemes ezt a dolgot körüljárni. Lehet ezzel vitatkozni, hogy jó-e az, hogyha 17 éves lány tud-e, hogy össze tud jönni egy 25 éves pasival. Én aláírom, hogy ez egyébként lehet egy, egy valid, egy releváns vita, lehet tematizálni ezt a kérdéskört, de itt most nem ezt fogjuk tenni, mert azt gondolom, hogy minden ilyen dologgal, amire rámondjuk, hogy pedofili egy ilyen esetben, a pedofil szó jelentését bagatelizáljuk, és ezt bagatelizálni és infálni semmiképp nem lehet. Ellenben mi az, amit lehet? Hát például az, hogy nem dugod, nem dugod a homokba a fejedet, amikor egy eset egyértelmű. Nem keresel kifogásokat, hogy hát ez nem a te dolgod, te ebbe nem szólsz bele inkább. Tudom, hogy nehéz az arany középú, de szerintem egyébként megtalálható. Ott a képzés sokat fog benne segíteni. Ha úgy érzed, a környezetedben ilyet tapasztalsz, és a gyanú az megalapozott, akkor értesítsd a rendőrséget, de tényleg csak akkor, hogyha nyomósokod van rá. Minden vaklárma az igazi szörnyetegekről, és az igazi szörnyetegek elfogás, elfogás, elfogásáról viszik el a kapacitást, ami sajnos nem túl szombos, valljuk be, és hát hiába a nyomozók elképesztően sokat dolgoznak, profik, agilisek, de terheltek és hát ugye nyilván a megbecsülésükről nem is kell beszélni. Na és most jön a legutóbbi konkrét eset, amire valószínűleg hogy ide kattintottál. Mindenképpen fontosnak tartottam ezeket a dolgokat elmondani, és kérlek ne tekerd át, és ne is írd be azt, hogy innen kezdődik a videó, mert nem, a videó az 001-től kezdődik, jó? És fontosak ezek az infók. A történet során többször fogok egyébként nektek szándékosan hazudni, csúsztatni és elhallgatni bizonyos információkat, hogy a módszereink azok ne legyenek felismerhetőek, egyértelműek a jövőre nézve. Éjszaka érkezett az üzenet a leleplezés kukac, ra hogy két újdon sült társam, hogy így nevezzem őket, nyomon van. Reggel rögtön egyeztettünk is, kidolgoztam egy tervet és társaimmal, akiket nevezzünk mondjuk Tominak és Ákosnak, egyértelmű kommunikációs útmutatást adtam. Ezek kiterjedtek olyan dolgokra, amik terhelő bizonyítékként szolgálhatnak a, a egy bizonyítási eljárás során, de fontos volt bizalmi kapcsolatot is kiépíteni ezzel a szörnyeteggel, hogy ne fogjon gyanút. Most egy vágott hangfelvételt fogtok hallani, ami sokakat felkavarhat. A gyerekek remélem eddig sem voltak a közelben, de a következő részt még sok felnőttnek sem ajánlom. És uh, akkor az... az, az akkor az nem probléma, hogyha nálam fiatalabbak, tehát most én vagyok 14 12 körül? Nem, 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 Ak akkor, akkor, akkor nem fog zavarni? Nem, nem. És, és, és mennyire vagy tapasztalt egyébként? Tehát, hogy így, nagyon, így... nagyon. Minden, előjáték minden. És volt már dolgod ilyen fiatalokkal? Egyébként? Volt, volt, volt. Hát úgy fogok csinálni, hogy Na most el, elmondom, hogy hogy lesz a szisztéma. Igen. Például most te vagy, ugye? Te például már ki vagy nyalva, meg vagy ugyanazva, meg minden. Lovagolsz, akkor más krán, a más a számra, a harmadikat meg vagy kitalálom még. Akkor a Hát, hogyha a holnap az olyan lesz, ami elmondtad, az akkor <laughs> igen. Ez hogy egy olyan jó 10-20 perces a nyalás, és aztán a én három-négy órás vagyok, nem az az ötperces gyerek vagyok, aki berakja, és aztán kettőt-három tök is más brittel. Ó. Hát a sarat csajszé. Ja. Kis vagy. És ez nem van, hogyha ha? Hát hát, a komoly kapcsolatra még kicsit várni kell? Ugye mivel fiatalabb vagyok. Is tudom, vannak. tudom, 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 tudom. Én összes szeretnék költözni, nem csak az az ügyfél, hogy találka itt, találko ott. Komoly kapcsolat abból áll, hogy össze vagyunk költözni. Igen, csak még 14 éves vagyok, és akkor így Tudom, tudom, super, tudom. Nos, fontos tudnotok, hogy valójában egy kiskorú sem érintkezett sem telefonon, sem más formában az elkövetővel, nyilván senkinek nem veszélyeztettük semmilyen fejlődését vagy épségét. Különböző módszerekkel, technikával értük el azt, hogy ne keltsünk gyanút. Ezen a ponton szeretném egyébként megköszönni a társai munkáját, akik még piszkosul fiatalok, de elképesztően ügyesen és produktívan működtek együtt velem. Tudták, hogy hova kell írni, tudták, hogyan kell segítséget kérni, és nagyjából tudták, hogy mit kell tenni. Tanuljatok Tomitól és Ákostól. Na de, a nap folyamán folyamatosan üzenetváltások euh, voltak, nem csak közöttem, és a... a a srácok között, hanem a srácok között és az elkövetők között. Euh, Csali képek szerkesztések különböző hang, hangefeknek hangefektnek való használata, tehát hogy próbáltuk minél, minél valósabbá tenni ezt a, ezt a történetet, és igyekeztünk minél inkább csapdába csalni ezt a mocskot. Újabb felkavaró felvétel következik. Ne haragudj, nem értem, hogy micsoda, melyik? Melyik pult lakem Ja, hogy melyik pót? Hát mert hárma lennénk, és hogy, és hogy melyik az, ami a legjobb? Hát hármadoknál a 69-es lesz. nektek. Oh. <laughs> nem tudom, arra még nem hallottam, hogy milyen. Majd <laughs> benne

tényleg ott legyek, vagy hogyha valamilyen úton módon ez mégis megtörténik, akkor pedig felvétellel tudjak szolgálni a rendőrségnek, hogy, hogy, ott volt és ki volt ő és társai. Az idő 15 óra 55 volt, itt, 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 azt kellett megoldanunk, hogy, hogy ő már a helyszínen legyen, de várjon, ameddig a rendőrség kiér. Most hát nyilván azért így erre szépen megkérni nem tudtam őt. Tehát nem tudtam oda menni, szia, figyelj, tudom, hogy egy gazember, vagy tudom, hogy moslék, mocsok állat, vagy megvárnád a zsarukat. Tehát ez így valószínűleg, hogy, hogy hogy ez így életszerű. Itt vagyunk már a Szélkálmán téren, ha minden igaz, akkor az emberünk 5-6 perc múlva megérkezik. Ez lesz az a pont, amikor ö, fel fogom hívni a rendőrséget, hogy itt van, hiszen ez nagyon fontos, hogy valóban eljöjjön a találkozóra. Ugye írásban is, meg most már hangban is, ö, ö, rögzített hívásban is többször elmondta azt, hogy tök mindegy, 12, 13 vagy 14 éves ugyanúgy szeretne velük közösülni és szeretni, hogyha ö, a lányok ö, magukba éreznék őt, Undorító, bocsánat, ez egy nagyon, nagyon, nagyon furcsa helyzet ez, úgyhogy hát itt most bízom benne, hogy letartóztatják, beviszik, kihallgatják, minden bizonyíték itt van nálam, ha nem, az egy nagyon-nagyon furcsa dolog lesz, úgyhogy, úgyhogy hát most indulunk, és, és reméljük, hogy ő is itt lesz, elvileg már a mamutba van, küldött magáról képet. Na én akkor értesítettem a 112-től, a második kereti rendőrség kapta meg az ügyet. Kértem, hogy ne szirénázzanak, és ne is keltsenek feltűnést. Bár egyébként én azt gondolom, hogy ezt ők maguktól is tudták, de hát ilyenkor nyilván minden olyan dolog eszembe jut, hogy ha esetleg végig is valami tudott, valaki az útjukban, és akkor ráberregnek, akkor, akkor ne. De hát figyelj, az életem leghosszabb másodpercei voltak. Előttem 15 méterre egy szörnyeteg, egy gyermekbántalmazó. És a rendőrség még mindig sehol. Nagyon nézelődött, azt gondoltam, hogy talán gyanút fogott. Közben írt és hívta a lányoknak gondolt fiúkat is, akiket ugye hivatalosan a sztori szerint a, a találkozóra várt. Mi van, ha elmegy? Hogy állítom meg? Megállítsa-e egyáltalán? Tudtam, hogy most ennyire közel a célhoz, nem csinálhatok hülyeséget. Vártam, imádkoztam, tudtam, hogy nem veszíthetjük el. Közben egyre többször találkozott a tekintetünk, egy kicsit, kicsit meg is ijedtem. Talán felismert, vagy, vagy nem tudom. És ekkor végre megjelentek a rendőrök. Én jeleztem is nekik, pontos leírást adtam a célszeméről, a ruházatáról, így tudták, hogy ki az. Amit egy bizonyítéig nem értettem, hogy az egyikük azt gondolta, hogy hát még itt az elfogás előtt akkor megáll velem egy kicsit csacsogni, ezért elég tovább küldtem őt, tehát ezért ezúttal is bocsánat, de így nem tűnt ez az egész logikusnak. De szerencsére elfogták. Meg volt. Megvan. A ruházat átvizsgálás során a táskájában egy plüsmackót és néhány játékot is találtak. Amikor ezeket megláttam, akkor azért összeszorult a, a torkom. Nehezen találtam a szavakat. Dős voltam egyszerre és szomorú. A rendőrök a rövid vallomásomat egyébként ott rögzítették a helyszínen, és a parancsokot kivéve mindenki nagyon emberi volt. Ő, ő, őt nem tudom, hogy mi lehet, de neki miután itt se nem köszönt, se nem mutatkozott be, nem olvasta fel, vagy nem mondta el a jelvényszámát, egy fogalmam nem volt, hogy csak a vállapjáról tudtam a, a, a biztos lenni abban, hogy ő valóban az, akinek a kollégája bemutatta. Tehát, hogy míg, míg ő tényleg nem állt velem szóba, akkor ugye az etikettet felrúgva nyújtottam neki a kezem, köszöntem, bemutatkoztam, de ő nem volt hajlandó velem kezet fogni, meg úgy egyáltalán nem nagyon volt hajlandó úgy hozzám szólni. Mostanáig nem tudom hova tenni ezt az egészet, nem, nincs benne ilyen sértettség, csak ez egy ilyen nagyon fura dolog, hogy én abban a helyzetben Azért ez nekem sem volt egyszerű vagy könnyű, tehát rendszerint, amikor ilyen helyzetet tudok meg, ilyen helyzetről van tudomásom, azért ez, ez engem is megviselt, tehát jó lett volna mondjuk az ő támogatását is érezni. Na de rajta kívül egyébként mindenki extra jó fej volt, úgyhogy nem volt, nem volt ezzel probléma. A nap a második kerületi kapitányságon ért véget, ahol a gyermek- és ifjúságvédelmi osztály nyomozói hallgattak ki, foglaltak le tőlem bizonyítékokat, nagyjából úgy éjfél körül végeztem. A nyomozó lány fiatalabb volt nálam, de vérprofi. Megkérdeztem tőle egyébként, hogy nem szokták-e befolyásolni őt az érzelmei, vagy nem szoktak-e eluralkodni rajta. Mert hogy nekem az egy tök idegen érzés volt, amikor ott megláttam a, a macit a táskájába, akkor így nagyon összeszorult, így nagyon, fúj, így... na, nem, nem, nem voltak szép gondolataim. De azt mondta, hogy a célra koncentrál, hogy aki bűnös, az bűnhődjön, és hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Szép ez, de szerintem azért egy picit füllentett, mert hogy biztos vagyok benne, hogy vannak esetek, amit, amik ők is megérintik, hiszen emberből vagyunk. Hogy mi lesz a szőn sorsa, azt nem tudom. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy itt a, a jegyzőkönyvre írt ö, 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 tak alapján, pájn hogy a, a, amilyen, ö, ö, ügyet, vagy amilyen ügybe sorolták ezt, szabadlábon fog védekezni, de ez majd kiderül. Igazából ez már a rendőrség dolga. Tudnak róla, elkapták. Én azt gondolom, hogy valószínűleg enyhe büntetést fog kapni sajnos, és ö, a börtönt azt nem is tartom esélyesnek, de legalább felkerült a térképre, a polcra, oda, ahova való, és, és tisztában vannak vele, hogy, hogy ki ez. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem minden eset végződik ilyen szerencsésen, és ne kezdjetek el magánakcióba, hiszen arra ott a rendőrség. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tanulságos volt, mármint abból a szempontból, hogy hogy érdemes egyébként nyitott szemmel járni, mert tényleg a, a szörnyek azok köztünk járnak. És egy picit talán úgy érzem, hogy nem is feltétlenül a rendőrség részéről, de de van ezen a területen hanyagság, van hiányos, hiányosság ezen a területen. Úgyhogy hajrá, tegyetek jó, találkozunk hamarosan. Sziasztok!